Szép jó estét kívánok mindenkinek, mindenkit szeretettel köszöntök, üdvözlök, és mindenkinek jó estét kívánok. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy először is nagy szeretettel üdvözöljem a mai vendégünket, Vékony Csongor Leventét, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy bemutatja itt a most frissen született könyvét, és megismertet bennünket azokkal a gondolatokkal, azokkal az isteni sugallatokkal, amelyek őt ezen az úton elindították, vezérlik, és a fény irányába intézik a lépéseit, és a Jóisten akarata vigyáz rá, hogy el ne tévejedjen, és biztosan haladjon ezen az ösvényen. Mert ez az ösvény tövises, veszedelmes és sok kísértésektől terhes mindannyiunk számára, főleg az olyan szimpatikus fiatalemberek és fiatalasszonyok számára, mint amilyen ő is, és amilyeneket itt magunk körül látunk. Bevallom őszintén, hogy legnagyobb sajnálatomra ezt a könyvet eddig még nem volt módomban elolvasni. Most kaptam a szerzőtől egy dedikált példányt, de mindenkinek nagyon ajánlom, melegen ajánlom, hogy éljen a lehetőséggel, és szerezze be ezt a könyvet, és tiszta szívvel és nyílt lélekkel próbálja mindenki ezt elolvasni, de nem csak elolvasni, hanem elgondolkodni azokon az ígéken, amelyek ebben a könyvben foglaltatnak. Mert egy könyvnek, meg hát minden szellemi terméknek akkor van értelme, akkor van hatása, hogyha elgondolkodtatja az embert, sőt, újabb gondolatokat szül az agyban, és valahogyan tovább gondoltatja velünk azokat az ígéket, azokat az eszméket, amelyekről bizonyos mű elolvasása után már némi tudomást szereztünk. Sokkal értelmesebb lett volna, vagy mondjuk ügyesebb dolog, hogyha egy ilyen előadás előtt már a hallgatóság megismerkedik az írónak, az előadónak a könyvével, vagy a könyveivel. Sokkal jobban hozzá lehet szólni az adott témához, és kialakulhat egy pezsgő beszélgetés akkor a szerző és a közönsége között. Jó magam, mint egyetemi oktató, tudom, hogy egy szemináriumi órának csak akkor volt és akkor van hatása a hallgatóimmal, hogyha a kiadott olvasmányt, tanulmányt vagy könyvet a hallgatóim elolvassák, és úgy kerül sor szemináriumi órára. Ha csak én olvasom el, és megjelenik nekem 10-15 értelmes fiatal lány vagy fiú, és nem ismerik a témát, csak én kezdem előadni, hogy miről fogunk beszélni, és ajánlom, hogy majd olvassátok el otthon, és majd gondolkozzatok el rajta, az mindig kicsi eredménytelenebb, mint hogyha már előre megismerkednek a témával, és aztán már az én segítségemmel közösen megpróbáljuk tovább gondolni a témát. Na mindegy, de ha ez nem következett be, ezután még mindig bekövetkezhet, és most a Csongor barátunk valójában az előadásában egy étvágy gerjesztőként elmondja azokat a gondolatokat, amelyeket szükséges megismernünk ahhoz, hogy majd annál inkább tudjuk élvezni az ő könyvének a teljes bölcs mondani valóit. Őről a magáról még 2-3 mondatot hagy mondjak el. Párciumi születésű, Szatmár Németiben látta meg a napvilágot. 1997. Érdekes esztendő. Mind az ő életében, mint az enyémben 1997. Mindjárt megmondom. Az ő életében azért, mert 1997. áprilisában született. Az enyémben pedig azért, mert 1907-ben rúgtak ki a pozsonyi gimnázium igazgatói posztjáról Mesiárék, a kétnyelvű bizonyítványokban vívott háború miatt. Akkor váltam több mint 2 évre állástalanná, de valójában akkor fordult ott a Jóisten a fény felé, azokkal az embereknek a segítségével, akik az elveszítésemre törtek, és azt gondolták, hogy most a pokol fenekére taszítottak engem, és pont fordítva. Valahol meglöktek fölfelé, azon az úton indítottak el, amelyre azelőtt is törekedtem, de nem találtam a
megfelelő csatlakozási pontot. Tehát a sátánnak kellett megadni a lökést számomra, hogy a jó úton elindítson a fény felé engem. Tehát mindenki valamennyien, még a legnagyobb ellenségeink is eszközei a Jóistennek a mi sorsunk irányításában. Köszönöm Mecsár miniszterelnök úrnak és hasonszőrű szolgáinak, akik akkor megtették velem ezt a nagyszerű, kegyelemteljes lépést. Nos, ennyit én rólam, és a ő Csongor barátunkról pedig az, hogy ő pedig ebben az évben látta meg a napvilágot. Tehát látjuk, egyik embert lebunkózzák, a másik embernek, a Jóisten pedig lehetőséget ad bizonyítani az evilági létben küldetésének a példás teljesítését. Erre a célra, erre az útra vállalkozott Csongor barátunk is, aki úgy gondolom valamennyiünk legnagyobb megelégedettségére el fog bennünket kápráztatni egy olyan előadással, amelytől valamennyien gazdagabban és lelkesültebben és gondolkodóbb, még gondolkodóbb emberekként térjünk majd haza hajlékainkba, és azzal a tudattal, hogy érdemes volt ezt az egy-két órát rászánni erre a tanulságos estre. Köszönöm a figyelmüket, és átadom a szót Csongor barátunknak. Köszönöm a megtisztelő felvezetést, és szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot. A mai nap tehát a Nemi Identitás Válsága című könyvemről fogunk beszélgetni. Röviden a könyv születéséről annyit, hogy 2015-ben költöztem fel Budapestre. Tessék mondani? 2015-ben költöztem fel Budapestre, amikor is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatójává váltam, és 2018-ban írtam meg a Nemi Identitás Válságának az elődjét, szakdolgozatomat, a Gender Ideológia Hatásai a Keresztény Családra címmel. Ekkor találkoztam először a gender fogalmával, hiszen ahogy hallották a Popé Gyura úrtól, én Szatmárnémetibe születtem, annyi még mellékesen, Nyírbátorban nőttem fel. Még az én koromban, tehát amikor felnőttem, ez 2010-es évek előtt, a genderről még nem nagyon lehetett ott sem hallani. Amikor Budapestre felköltöztem, akkor találkoztam először a genderrel, mint kifejezéssel, kezdett el érdekelni, hogy mégis hogyan lehet e köré tudományt, de tulajdonképpen áltudományt formálni, és egyetemi szinten oktatni, és európai parlamenti szinten erről szónokolni, holott a normális, tudjuk jól, a heteroszexualitás, és nem értettem, hogy hogyan lehet egy ilyen elmebajnak ilyen nagy mozgalma és támogatása. Elkezdtem már kutatni a témát, és egy 3-4 éves kutatómunka következtében született meg most ez a könyv, a Nemi Identitás Válsága. A célom tulajdonképpen az volt ezzel a könyvvel, hogy egy rövid, ahogy látszik, egy 150 oldalas kiskönyvben adjak egy olyan alap rálátást minden érdeklődőnek, aki először szembesül azzal, hogy a gender ideológiának egy ilyen erőteljes nyomása van nyugat felől. Ez a könyv elegendő ahhoz, hogy egy alaptudás birtokában lehessünk. A főbb fejezetekben a feminizmusról, a homoszexualitásról, a házasságválságáról és magáról a gender ideológiáról is értekezem. Ez tehát elegendő ahhoz, hogy egy alaptudásunk legyen. Több mint 100 könyv elolvasása után született ez a mű, és több mint 500 lábjegyzetet tartalmaz. Tehát aki kezébe veszi és szeretne tovább foglalkozni majd a témával, az megtalálja kellő forrásokat is a könyvben. 2022 elején tehát így született meg ez a mű, és a mai előadásunknak a fő célja az, hogy tulajdonképpen bemutassam, hogy itt egy előre megtervezett stratégia eredményeképp jutottunk el a mai napig, amikor a gender ideológiát, mint normalitást adnak elő nyugaton, és igyekszenek már itt Magyarországon is ránk erőltetni. Több könyvbemutatót tartottam már idén. Nyírbátorban, ahol felnőttem, itt Budapesten is, Debrecenben és Ásotthalmon is. Ezeken a könyvbemutatókon a könyv tematikája mentén haladtam, a mai nap viszont egy kicsit változtatok az előadás módon. Egy táblázat
alapjait, kezdeti vonásait fel is rajzoltam már a mögöttem látható táblára. Most megpróbálom kicsit kronológikus sorrendbe, tehát időrendi sorrendbe haladva bemutatni azt a folyamatot elsődlegesen az 1789-es francia forradalomtól kezdődően, ami hozzájárult mindahhoz, hogy eljutottunk a mai napig. Amikor elindultam a mai nap ide, erre az előadásra, feleségem már megint megkérdezte, hogy hová indultam már megint, miért nem vagyok otthon vele és gyermekemmel, és teljesen jogos a kérdés, és nézett is egy nagyot, mikor elmondtam, hogy a nemi identitás válságáról fogok előadást tartani, megkérdezte, hogy hát mit kell azon magyarázni. Ugye teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Na de elgondolkodtam, hogy milyen választ adjak én ott neki, és ahogy ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy most ezzel fogom itt is kezdeni. Hogy megértsük, hogy miért is szükséges erről beszélni. 2019-ben az ENSZ elhatározta, hogy minden európai gyermeknek 5 és 8 éves korára már tisztában kell azzal lennie, hogy mi a különbség a társadalmi és a biológiai nem között. Az iskolákban gendersemleges oktatást szeretnének bevezetni, és több európai országban ez már meg is történt, ami azt jelenti, hogy gendersemleges játékokat vezetnek be, nem létezik olyan, hogy fiú vagy lány, olyan se, hogy óvónéni, óvóbácsi, tanár úr, tanárnő, nem létezik ilyen. Mindenki a másikat barátnak szólítja az ilyen intézményekben, Svédországban már működik ilyen intézmény egyébként. 2019-ben az ENSZ ezt az előírást adta, tehát ezt folyamatosan akarják Európára erőltetni. Svédországban egy ilyen próbaként már el is indult egy ilyen intézmény, és több nyugati ország nyitott erre. Hát a megfelelési kényszernek ugye akarnak hódolni. Az érzékenyítés is elkezdődött, mint az látható Nyugat-Európában, amikor különböző transznemű személyek mennek be jelmezekben, vagy lehet nem is jelmezekben, hanem ők magukat úgy azonosítják azzal a lénnyel, ahogy ott előadást tartanak, és adják elő a gyerekeknek, hogy választhatják ők a heteroszexualitást, homoszexualitást, vonzódhatnak bárkihez, mert mindegyik vonzalom egyaránt egészséges. Ez a folyamat már elkezdődött. Ez Nyugat-Európában zajlik évtizedek óta, és most Magyarországra is már betette a lábát. Egyébként halkan megjegyzem, hogy az 1968-as lesz egyébként a másik fontos dátumunk, amikor Franciaországban a szexuális forradalom kirobbant. Ott elkezdődött az a folyamat, amikor már az előbb említett példákon túl arról kezdtek el beszélgetni, és ez most már megint kezd aktuálissá válni, hogy a pedofíliát is legalizálni szükséges. Ezt egyetemi professzorok kezdeményezték a 70-es években, és most Németországban már felmerült, hogy esetleg bevezessék, hiszen ezek az egyetemisták, ezek a professzorok úgy érvelnek, hogy a szülő és gyermeke között a szexuális vonzalom az egészséges, természetes, tehát hogyha közöttük bármilyen aktus bekövetkezik, az tulajdonképpen nem is probléma. Másik érdekesség, szintén elkezdődött 70-es, 80-as években, de mai nap is tart Amerikában, amikor pedofil szervezet, nyilvánosan bejegyzett szervezet, tehát a törvények elfogadták, hogy létezik ilyen, betársulnak különböző leszbikus és homoszexuális szervezetekhez, akik ugye pályáznak különböző támogatásokra, és minthogy kisebbség természetesen óriási anyagi támogatásokat kapnak. Nem tudom, mennyire vizsgálják, de ugyanúgy a pénzekből érkezik a pedofil szervezeteknek is az anyagi támogatás. Hát bevezetőnek talán ennyi elegendő, hogyha már nem is sok, így a legelején, de ez az, ami miatt most itt vagyunk, és ezért érdemes figyelni a következő előadásra. Ja igen, még egy gondolat, tehát az iskolai gendersemleges neveléshez még azt a gondolatot szerettem volna fűzni, hogy már az is elindult, szintén a skandináv államokban, hogy és most Németországban is egyébként, bocsánat, a skandináv államokban elkezdődött, és most Németországban is, hogy az egész oktatási rendszert állami szinten szeretnék gendersemlegessé tenni, ugye, ahogy említettem, a 2019-es ENSZ előírásnak megfelelően. Ez azt jelenteni, hogy a történelmet, az irodalmat és minden egyes tanórát úgy kell megtartani, hogy
elmondják részletesen, miért volt káros ez és ez az esemény a homoszexuálisoknak, a nőknek, és így tovább. Tehát az egész történelmet úgy, ahogy van, kiforgatják. Ez zajlik tehát jelenleg Nyugat-Európában, ezt akarják ráöltötni Magyarországra, és azért vagyunk itt, hogy megértsük azt a folyamatot, hogyan jutottunk idáig, megértsük azt, hogy ez egy előre mesterségesen megtervezett stratégia következménye, ami ellenünk, európai fehér keresztény emberek ellen irányul. Kezdjük tehát a házasság, a homoszexualitás fogalmi körével, és nyúljunk kicsit vissza, sőt nem is kicsit, egészen az ókorig, középkorig. Fontosnak tartottam a könyvemben is visszanyúlni minden fejezetnél az ókorba és a középkorba, hogy megvizsgáljuk akkor, mi volt a helyzet. Ugye azt mondjuk mindig, hogy a heteroszexualitás az egyedüli normális, és ez teljesen rendben van, de halljuk a gondolatokat, hogy az ókori Hellászban, vagy a Római Birodalomban a homoszexualitás és egyéb devianciák támogatva voltak. Szükségesnek tartottam a könyvben kitérni erre, hogy ugyan voltak olyan dekadens korok, melyekben tényleg elburjánzott a szabados életmód, de az ókori filozófusok mindig is a heteroszexualitás mellett érveltek, a hűséget választották, tehát aki, hát finoman próbálok fogalmazni, de az jön a számra, hogy aki épeszű volt, az mindig is tudta, hogy a heteroszexualitás a normális. Tehát amikor arról hallunk, hogy az ókori Hellászban és a Római Birodalomban ugyanúgy elfogadott volt, nem. A társadalmi közegben volt egy elfogadottsága, úgy, ahogy most van, aki elfogadja, hogy a júliusi hónapban vonaglik egy bizonyos közösség az Andrássy úton és a városban, de az csak egy társadalomnak egy rétege, nem a teljes társadalom. Ez volt az ókorban, az ókori Hellászban és Rómában is. Az első fejezeten belül a csoportházasság, a többnejűség és a monogámia kérdésköréről is említést teszek. Fontosnak tartottam ezt is megvizsgálni, hiszen az én gondolkodásmódom, ahogy kialakult, abban nagy hatása volt Prohászka Ottokár katolikus püspöknek, Tóth Tihamér katolikus püspöknek, és például Tóth Tihamér, ahogy egyébként Prohászka is, csak most Tóth Tihamértől fogok idézni, a 20. század elején már tisztán látta, hogy a feminizmus az elindul egy negatív irányba. Tisztán látta azt is, hogy a házasságnak a különböző megnevezései, amik már akkor kialakultak, az nem házasság egyik sem. Akkor még olyan pápák voltak, nem olyanok, mint ma, akik ugyanúgy tisztán látták, hogy csak az egyházi esküvők eredményeképpen születnek valódi házasságok. Az olyan házasság forma, ami a többnegyűségre, vagy éppenséggel a szabadosságra, a vállásra lehetőséget adnak, azokat az akkori pápák nem ismerték el házasságként. A monogámia a kultúrember házassági típusa, ahol nem tudott megszilárdulni a monogámia, ott nem tudott kialakulni fejlett kultúra. Ezen érdemes elgondolkodni, és Tóth Tihamér ezt úgy fogalmazta meg, nem a kultúra teremtette meg a monogámiát, hanem ellenkezőleg a monogámia volt alapja és előfeltétele a kultúrának. Ha megnézzük Európán túli országokat, népeket, szokásokat, vallásokat, melyekben nem a monogámia alakult ki természetes módon, akkor egyértelművé válik, hogy itt Európában, ahol a monogámia ugye kialakult, egy fejlettebb kultúra is kialakult, míg mondjuk egy afrikai kontinensen ez nem éppen így történt. Ennek részletei a könyvben mind le vannak írva, de gondolatébresztőnek az előadás folyamán is meg szerettem volna említeni. Az ókorhoz visszanyúlva, az ókori filozófusok nemhogy kiálltak a heteronormatív elmélet mellett, tehát hogy csak a heteroszexualitás a normális, hanem az állatvilágot is elemezték, ahogy egyébként középkori keresztény filozófusok is, és már az állatvilágban fellelhető, hogy a heteroszexualitás a normális. Példát hozok, ők az elefántnak a társas rétét elemezték. Az elefántok mindig hülyek párjukhoz a fajfenntartás érdekében, pusztán pár héten keresztül történik az elefántok között a közösülés, akkor is olyan titokban, hogy azt észlelni nem lehetett azokban a korokban, ugye még nem rendelkeztek videókamerákkal és egyéb felszerelésekkel.
ugyanígy a teknős birkákat, madarakat, vagy emlősöket, különböző emlősöket megvizsgáltak, és mind-mind arra utalt, hogy az Isten által teremtett rendben a heteroszexualitás a normális. És persze szokták itt érvként felhozni az LMBTQ szervezetek aktivistái, hogy az állatvilágban is van ellenpélda. Hát van ellenpélda, az emberek között is van ellenpélda, de ugyanúgy, ahogy van normális, úgy van abnormális is. Tehát nem kell az ő érvrendszerükkel foglalkoznunk, a mi érvrendszerünk az az Isten érvrendszere. Isten szavával pedig nem mehet szembe ember. Na de haladjunk tovább az ókortól. Ugye elindulok a könyvben az ókorban, és ahogy ígértem, kronológikus sorrendben haladunk mai nap is. A középkorban nőrablás volt, ami elsődlegesen itt a törzsi államokban kialakult Európában, majd a nőrablásból lett nővétel, a kereszténység idején sajnos egyébként a keresztes hadjáratoknak és a lovagi kultúrának nagy szerepe van abban, hogy ez újból nőrablássá vált. Viszont, hogyha már női jogokról beszélünk, akkor érdekességképp azt megemlíteném, hogy a lovagi kultúrának a galantéria, ugye a csiszolt modorú udvarlás, a nők elcsábítására irányulva tulajdonképpen megadta az első szabad választási lehetőséget a nőknek a párválasztás tekintetében. A válások számát ez növelte, a házasságoknak ártott, viszont a nők sokszor mégis megtisztelve érezték magukat, hogy végre megtörtént az első szabad választási joguk, és nem az édesapa döntött a sorsuk felett, vagy nem az adott férj jelölt érkezett egy adott pénzes zsákkal, hogy szeretné akkor a nőt feleségül venni. A keresztes hadjáratoknak és a lovagi kultúrának számos negatívuma mutatkozott Európa szerte, de a magyar történelemben is, a nemi identitás tekintetében. 1147-ben érkezett egy keresztes hadjárat Magyarországra, és tulajdonképpen ekkor találkozott a magyarság először a tömeges homoszexualitással. Mert hogy a keresztes seregeket egy prostituált sereg követte, és ezen belül volt jelen a homoszexualitás is. Az 1342-es években például egy 3500 fős német keresztes sereghez egy 1000 fős ringyó sereg társult. Itt ez általános volt egyébként, bármennyire humorosnak tűnik, ez általános volt abban a korban, és itt fontos egyébként azt is megemlíteni, hogy nem csak a szexuális kielégítés volt a feladata a ringyósereknek, hanem a korban, mint ugye női feladatok, mosás, főzés a seregre, ez mind-mind az ő feladatuk volt. Sőt, még ringyó vezérek is voltak, akik ezt az egész társaságot vezényelték, vezették. A nyugati keresztes seregek tehát egy ilyen társulattal vonultak végig Európán. Jött viszont az ellenpélda. Hunyadi Mátyás és a fekete sereg. Mátyás király seregében olyan rend uralkodott, hogy ez volt az első olyan lovagsereg, melyben nem tűrték meg az ilyen kicsapongó életmódot, és a hódításokkor is nem engedte, hogy a leigázott népeknél elkövessék azt a nemi erőszakot, ami ugye a háborúval mindig is járt. Aki ehhez hasonló cselekedetet végrehajtott, az hát kivégzés, vagy valamilyen súlyos büntetés áldozata lett, és a seregbe valószínűleg kitették, tehát példát statuáltak vele. Ez nagyon fontos, hogy a magyar példa az mindig egy nyugat felett álló, és kultúrában, erkölcsben is felette álló példa volt. Szent László királyunk, tehát hogy magyarokról beszéltem, akkor magyar törvényekről is szeretnék beszélni. Szent László királyunk a prostituáltaknak a megítélését, azt a magyarországi püspökre bízta, hogy ő ítélkezzen felette. Zárójeles megjegyzés, hogy a magyarországi prostituáltaknak a nagy létszámú megnövekedése az a cigányságnak a bevándorlásával következett be, elsődlegesen a 13.-14. században. A budai jogkönyv, ami 1244 és 1421 között született, és a tárnoki jog, ami 1412 és 18 között született,
ezekből tudtam a könyvemhez is meríteni, az eredeti forrásokból. Tulajdonképpen a házasságtörést, a magzatelhajtást, a nemi erőszaktevőket, a homoszexuálisokat, az állatokkal közösülőket, mind-mind börtönnel vagy halállal büntették a középkori Magyarországon. Akik állatokkal közösültek, vagy papok, mert voltak papok is, akik ugye pedofil cselekményeket hajtottak végre, mágia halál lett a vesztük. Akik holtakkal közösültek, tehát nekrofíliát követtek el, az ő esetükben fővesztés volt a bűn. Ma viszont ezekre az esetekre, már nem a büntetésre, hanem a bűncselekményekre hallunk példákat Nyugat-Európa szerte, és Magyarországon is volt már nem egy megkökkentő hír, amik mind azt igazolták, hogy ezek a beteg elmék, ezek még most is köztünk élnek. Ez a mentális betegség, ez még mindig ugyanúgy köztünk van. De az ehhez hasonló büntetések helyett sokszor már az elsődleges az az, hogy jaj, hát ők is betegek, miért kell nekünk akkor ilyen meghökkenve állni a dolgok előtt, el kell fogadni őket. Ez egy betegség, fogadjuk el, éljünk velük együtt, majd csatlakoznak egy LMBTQ szervezethez, ott mindenki szeret mindenkit, jönnek az anyagi támogatások, és azért érződik, hogy a keresztény középkori Magyarországhoz képest mekkorát fordult a világ. A középkori keresztény törvények jobban becsülték a nőket és a magzati életet, mint a jelenlegi liberális téveszmés törvények. Ez megint csak furcsán hangozhat, hiszen sokan úgy tudják, és az iskolában is azt tanítják, hogy a nőknek nem voltak jogai a középkorban. De ha kicsit elgondolkodunk, Szent István király a koronát Szűz Máriának ajánlotta fel. Ajánlotta volna Jézusnak, ajánlotta volna Jóistennek, ő Szűz Máriát választotta. A magyar vallási életben a Mária kultusz az egész Európa felett áll. Nincs még egy ország, ahol így tisztelnék Máriát. És voltak különböző jogok, tehát, hogyha egy férj és feleség éltek, volt földbirtokuk, a férfi meghalt, a nő a férfi halála után örökölte a földbirtokot. Lehetne itt még szintén nagyon sok női jogot felsorolni, ami a középkorban élt. A lényeg, hogy ezt is, amit így tanítottak iskolákban, és nagyon sokan tudnak helytelenül, hogy a nőknek nem voltak jogaik, ezt is el kell felejteni, nem kell bedőlni az ilyen hazugságoknak sem. Az abortuszra tehát gyilkosságként tekintettek. És szerintem is így van ez rendjén. Tehát 5., 7. életében, életkorában a mémegzatnak megdobban a szíve. Onnantól kezdve az egy érző lény, lelke van. Isten megadta neki a lehetőséget, hogy megszülessen. Azok, akik abortuszt követnek el, azok gyermekgyilkosságot követnek el, azok Istennel mennek szembe, tehát én mai nap is bűnként tekintek az abortuszra. Ennyit tehát a középkori és ókori megítéléséről a homoszexualitásnak és a házasságnak, az abortusz kérdésnek, tehát mindenről, ami elvezetett a mai napig. Érzékeltettem talán most egy kicsit azt, hogy milyen volt akkor a hozzáállás, és milyen napjainkban. Még egy záró példát tennék még ehhez a fejezethez, majd haladunk tovább, hogy a táblázatunk is bővülhessen. A magzat elhajtókat és azokat a nőket, akik meg akarták gyilkolni a bennük életre jött ugye magzatot, zsákba kötötték, és Dunába lökték. Tehát a halálbüntetés az élt mind azoknak, akik a magzatot elhajtani igyekvők voltak, és mind azoknak a nőknek, akik ugye önmagukba volt. Mert különbséget tettek a kettő között. Tehát még egyszer belekezdek, hogy érthető legyen. Ugye van a megtermékenyedett nő, aki szeretné a magzatát megölni. És voltak azok a nők, akik árulták a különböző szereket, és adták a módszerjavaslatokat, hogy hogyan vessen véget a benne lévő életnek. Akik ezeket a javaslatokat adták, és akik ezeket a módszereket javasolták, őket azon nyomban kivégezték. Akik viszont
állapotosak voltak. A középkori börtönöknek nem a legmélyére, hanem egy tisztább cellába tették, és megvárták, hogy megszüljön, és utána végezték ki a nőt. Morbid példa, de az emberi életet, tehát a gyermek életét, aki ugye ártatlan volt, így becsülték. Viszont az anyja meg akarta őt gyilkolni, gyilkossági kísérlet volt, tehát őt kivégezték. Tehát ez úgy újabb példa, hogy kicsi rálátásunk legyen a középkori létre. Aztán a középkor és az 1789-es év között egy folyamat kezdődött el, amit most csak egy-egy szóban mondok, mert nem lenne időnk mindenre kitérni, de a folyamat a következő volt. Reneszánsz, reformáció, felvilágosodás, és elérkeztünk a liberalizmushoz. Az 1776-os amerikai forradalom és szabadságharc is az egyik előzménye volt annak, hogy itt Európában kirobbant az 1789-es francia forradalom. És akkor itt mehetünk is tovább a táblázaton, ugyanis az 1789-es forradalomnak a következtében teljesen felforgatták az addigi rendet. A homoszexualitásnak a legalizálása, a polgári házasság bevezetése, a válás lehetősége, és az első feministák, akik küzdöttek különböző jogokért az eddigi renddel szembe, ez mind-mind Franciaországban az 1789-es évet követően alakult ki, 1791-1792 környékén. Tehát maradunk Franciaországnál. Ez volt a kezdeti állapot. A táblázaton majd ugye látható, hogy Magyarországon is megnézzük, hogy mikor lettek legalizálva ezek a lehetőségek, mikor lettek bevezetve a felsorolt események, és majd megnézzük azt a különbséget az előadás végén, hogy tulajdonképpen, és itt már érzékeltetem is az első példával, ugye a homoszexualitás legalizálása 1791 Franciaország, Magyarországon, amikor engedélyezték azt, hogy 20 éves kortól bárki bárkivel közösülhessen, hogyha mindkét fél beleegyezik, ez az 1961-es évben volt, tehát a szocializmus évében. Úgyhogy 1961-et ide fel is írom Magyarországra, és akkor tisztán látható, hogy itt még egy óriási nagy különbséggel számolhatunk. Ugye, hát körülbelül egy 170 év múlva érkezett el ez ide Magyarországra. Tehát mindig mondják, hogy Magyarország nyugattól le van maradva. Hát ilyen értelemben szerencsére tényleg le voltunk maradva nyugattól, de emiatt nem kell sajnálkoznunk. Ez a piros vonal itt, ugye és a szexuális forradalomra, amikor majd rátérünk, akkor viszont látni fogjátok, hogy ez a 170 év, ez majd folyamatosan csökkenni fog. Először egy 100 évre, egy 50 évre, egy 20 évre, és 2010-es év után már napi szinten itt él köztünk ez a fertő. Amikor nyugaton kitalálnak valamit, például ribisétát, zebraforradalmat és a többit, amire majd kitérünk, hogy pontosan mit is takar, akkor egy bizonyos társadalmi réteg ezt azon nyomban megjeleníti Magyarországon. Ugye annyi a különbség, hogy kormányunk nem támogatja, de nem is tiltja. Tehát a fő különbség az itt van a nyugati államok és Magyarország között, hogy nyugaton egyértelmű támogatásuk van. Itt nem mernek betiltani LMBTQ szervezetek és gyermekek ellenirányuló tevékenységeket nyugatnak való megfelelési kényszer miatt. Viszont nem is támogatják, hiszen születnek törvények, gyermekvédelmi törvények, de itt azon nyomban hozzá is kell tennem, hogy szankciók nélkül. És ugye az ellenpélda itt az európai kultúrához közel álló országokban, az pont az Oroszország, ahol ezt kiterjesztették. Tehát a homoszexuális propagandát betiltották először 2013-ban
a kiskorúak között, és most pedig már felterjesztették Oroszországban, hogy ott van alsó és felsőház is, hogy minden korosztályra ezt kiterjesszék. Háború van, és ezért most nem a legjobb Oroszországgal példálózni, de azt hiszem, hogy e tekintetben az orosz példa példaértékű lehet egész Európa számára. Visszatérve tehát az első fogalmakhoz. A házasság három célt szolgált. Anyagi biztonságot nyújtott mindig is, nemi kielégülést és fajfenntartást biztosított. Viszont a női jogok kiterjesztésével, a feminizmus és a kapitalizmus térnyerésével anyagilag a nők függetlenedtek a férfiaktól. És sajnálatos módon ez hosszú távon Európának a legjobb szándék ellenére is ártott. Kialakult több nőben az a gondolkodásmód, hogy ha függetlenedtünk anyagilag, a következő lépés az legyen, hogy függetlenedünk teljes mértékben, tehát amíg, mi ugye mondták a nők és a feministák akkor, amíg a nők nem mondhatják meg, hogy szülnek vagy nem szülnek, tehát amíg az abortusz legális nem lesz, addig a nők nem szabadultak fel az úgynevezett férfi elnyomás alól. Ezt terjesztették az akkori feministák. A feminizmus, mint ahogy látszik, 1792 Franciaország, ugyanúgy egyébként Nagy-Britannia, tehát a nyugati államokban elkezdődött a folyamat. Viszont Magyarországon az 1872-es évet fogom felírni a feminizmushoz. Ugye, hogy nem maradjunk ki, akkor a polgári házasság, a válás ugye az 1895. Látjuk továbbra is, hogy itt csökkennek az évek, tehát folyamatosan zárkózunk fel sajnálatos módon. Ugye itt már csak egy körülbelül 100 év különbség van, itt már csak egy 80 év. Ezt majd folyamatosan kell néznünk. A fő különbség viszont a nyugati és a magyarországi keresztény feminizmus között, mert hogy ilyen is volt, az a módszerében van. A nyugati feminizmus az tulajdonképpen úgy zajlott le, mint napjainkban a BLM mozgalomnak a tevékenysége. Tehát gyújtogatások, éhségsztrájkok, gyilkossági kísérletek, így indult el a feminizmus nyugaton. Magyarországon viszont a feminizmust muszáj volt elősegítenünk. És a keresztényi jó szándék vezérelte a magyarságot. Mert hogy 1872-ben először felszólaltak azokért az alapjogokért, amik nyilván megilletik a nőket. Tehát, hogy lehessen nekik tanulni, lehessen dolgozni, pénzt keresni, anyagilag függetlenedni. Ezekkel nem volt probléma. A probléma utána a gondolkodásmóddal volt, hogy ez a feminizmusnak a nulladik és első hulláma megnyitotta az ajtót a feminizmus további hullámai számára, mert hogy beszéltünk második, harmadik, negyedik hullámokról is, és ezek már mind az isteni törvényeket nem tartották tiszteletbe, és az emberi élet ellen irányultak. Magyarországon az 1918-as évben szavazhattak először a nők. Ugye a női jogokhoz azért írtam így külön fel, mert fel akartam mindenképp ideírni, hogy 1918-ban szavazhattak először a magyar nők, bár az akkor még egy rövid időtávra vonatkozott az a szavazati jog, de Amerikában, tehát ez már nem Franciaország, hanem USA, ez 1869 volt. Ugye itt a különbség, ezt láthatjuk már egyre inkább az 50 év eszközelet. Magyarországon ekkor, 1918 előtt, után, tehát a 20. század elején, azért volt szükséges megadni a nőknek az alapvető jogokat, mert lezajlott egy háború, egy első világháború. Magyarországon, Németországban, Olaszországban, az európai államokban, hogyha megvizsgáljuk, a férfiak a csatamezőkön elhullottak. A nők többségbe kerültek. Na most, mi volt a feminizmus előtt, hogyha egy nő nem tudott házasodni, akkor milyen sors várt rá?
utcalánynak kellett állnia, vagy pedig a családja tartotta őt el. És azért kellett bevezetni ekkor Magyarországon a feminizmust, hogy ettől a kegyetlen sorstól megmentsük a magyar nőket. Tehát itt egy békés és szeretetteljes feminizmus következett be, békésen is zajlott le, miközben, ahogy említettem, nyugaton gyújtogatásokkal, emberölési kísérletekkel párhuzamosan zajlott a feminizmus terjedése. A következő fő téma, amiről beszélnünk kell, a kulturális marxizmus és a frankfurti iskola. Ez szintén egy olyan téma, amiről nem nagyon hallunk sehol. Röviden felvázolom a lényegét. Tehát a frankfurti iskola, tehát ebből következik, hogy Németországról beszélünk, 1923-as alakulással létrejött egy szociológiai intézmény, viszont marxista alapokon. És az volt itt a gondolatnak a lényege, hogy még Lenin vagy Sztálin, ugye a kommunizmus, Európa és világszerte véres háborúk által akarta ráerőltetni az emberekre, addig a kulturális marxisták, marxista filozófusok tovább gondolták ezt az egészet. Látták, hogy nem lesz hosszú távú eredménye, hogyha erőszakkal próbálkoznak, és ezért kialakították azt a stratégiát, ami tudat alatt megváltoztatja az emberek gondolkodásmódját. Metapolitikai úton, tehát nemzetnevelői úton, ahogy mi jobboldalian fogalmazunk. Németországban viszont, ugye ha gondolkodunk, 1923 frankfurti iskola megalakulása, következik lassan a második világháború, jön Adolf Hitler. Na most Adolf Hitler és a nemzeti szocializmus tudjuk, hogy hogyan viszonyult a homoszexuálisokhoz, hogyan viszonyult a kommunistákhoz, marxistákhoz. Az összes ilyen filozófusnak menekülnie kellett Franciaországba vagy Amerikába. Ugyanez a folyamat működött ugye Olaszországban, Mussolini kormányzása alatt. Olaszországban egy olyan kommunista elme munkálkodott, Antonio Gramsci-nak hívják, akit Mussolini börtönbe vetett a gondolatai terjesztése miatt, viszont a börtönévek alatt volt ideje megírni azt a stratégiát, melyet most felhasználnak ellenünk, és amelyet most használ, csak ki nem mondva, az egész Európai Unió és az ENSZ. Ekkor születtek meg azok a gondolatok, hogy új fogalmakat kell bevezetni, a régieket teljesen át kell formálni, ugye, hogy mire gondolok, például a polgári házasság is már ennek előzménye volt, a házasság első kiforgatása, a házasság fogalmának első kiforgatása, hiszen a keresztény házasságnak a fogalma az Isten előtte örök érvényű hűséges. Na most a polgári házasságnál ott már ugye megadatott a válás lehetősége, tehát itt már megtörtént az első kiforgatás, majd a meleg házasságnál már ugye láthatjuk, hogy ez egyre inkább fokozódik, és így a házasságot, mint fogalmat teljesen kiforgattak. De ugyanúgy családok helyett most már párokról beszélnek, az áldott állapotban lévő nőkről, vagy úgy beszélnek, mint ugye terhesnő, ez elterjedt ez a szó a magyar szóhasználatban is. Benne van a szó használatban, hogy teherként tekintenek a gyermekre, ezért nem érdemes egy jobboldali személynek ezt a fogalmat használni, és átokként tekintenek ugye a gyerekre. Sok-sok olyan fogalmat bevezettek, melyek szembe mennek az eredeti jelentéstartalommal, vagy pedig teljesen új szavakat vezettek be. Ez volt a kulturális marxizmusnak az egyik olyan eleme, mely ezt a stratégiát elővezette. További elemeket viszont meg kell még említeni itt. Politikai korrektség is innen ered, hogyha magát a szót vizsgáljuk, egyébként Mao Zedongtól ered, tehát a Kína, kommunista Kínából ered ez a fogalom, melyet most a liberálisok olyan előszeretettel alkalmaznak. A kötelező tolerancia, a megbélyegezzük azokat, akik nem értenek egyet velünk, ez mind-mind ennek a metapolitikának, ennek a kulturális marxista metapolitikának a részét képezik, melyeket már ott a 20. század elején megterveztek. Ezek a gondolkodók, tehát ahogy említettem, Németországból, Olaszországból elmentek Franciaországba és Amerikába. És mi volt még az ő gondolatuk arra, hogy hogyan lehet ezt az egész
világot megváltoztatni. Idézem, hogy ha a marxisták meg akarják hódítani a nyugatot, azt először kereszténytelenné kell tenni, a keresztény értékeket, így például a szexuális etikát is meg kell semmisíteni, keresztényellenes hangneműre kell alakítani a mozit, a színházat, az egyetemeket. Ugye ez az a stratégia, amiről elkezdtem beszélni, és amiben egyre inkább elmérünk. Megnézték azt, hogy hogyan lehet ezekkel az eszközökkel hatalomra kerülni. Úgy tudtak hatalomra kerülni, hogy egy kisebbségi csoportot ragadtak ki és segítették. Ez Európában, ugye Franciaországban a szexuális kisebbség volt, míg Amerikában a fekete kisebbség volt. És az 1960-es, 70-es években ezért kezdtek el drasztikusan nőni a fekete jogok és fekete forradalom robbant ki Amerikában, míg itt Európa szerte egy szexuális forradalomról beszélhet. Mert hogy őket kezdték el felkarolni, és olyan elnyomásról beszélni, ami véleményem szerint nem létezett. Így jutottunk el tehát ide az 1968-as szexuális forradalomig. Viszont előtte még van egy üres vonalunk, ez már a II. Világháború vége, amikor a gender, mint fogalom megszületett, 1949 környékén ez a fogalom megszületett, és onnantól kezdve terjedt. 1949-ben Simone de Beauvoir, ő egy francia feminista nő volt, ő írt egy könyvet a második nem címmel, itt figyelhetjük meg ezt a fogalmat. 1949 után, viszont 1952-ben, tehát 3 évnek kellett után eltelnie, a feminista kezdeményezés követően, amikor Dániában már az első nem váltó műtétet végrehajtották és legalizálták. Tehát itt egy újabb országot írhatunk fel, az elveszettek országai közé, Dániát. Magyarországon sajnos már itt is lehet nem váltó műtétet végrehajtani, és erről nem nagyon beszélnek megint csak. 2003-ban legalizálták, tették lehetővé, hogy nem váltó műtétet Magyarországon is elvégezhessenek. Ugye ide is nagyjából ezt az 50 évet be tudom írni. A 68-as szexuális forradalom előzménye és következménye a feminizmus második hulláma. A feminizmus második hullámának a fő filozófusa volt ez a feminista nő, akit az előbb említettem, Franciaországból. Ő volt az, aki azt a gondolatot elkezdte terjeszteni, hogy a nők úgy tudnak felszabadulni, hogyha nem szülnek, és hogyha teljesen függetlenednek. Ő volt az, aki azt is hirdette, hogy a homoszexuálisok és a nők és a feketék, és így bővül egyébként a sor, ugye mai nap így jutottunk el a pedofilokig, tehát hogy mindenki elnyomott és fel kell szabadítani. Így indult el itt a feminizmus második hullámán ez a káros irányzat. Az abortusz és a fogamzásgátló tablettel, ugye azt még nem írtam fel, az abortusz már szerepel, ez mind-mind a feministáknak köszönhetően terjedt el. Ugyanis Amerikában az első olyan fogamzásgátló szerek, melyek megjelentek, mind feminista kezdeményezésre lettek előállítva, azzal az elvvel és ezzel az érvrendszerrel, hogy a világszerte túlnépesedő emberiséget nem tudja majd fenntartani világunk. Ugye kellett valamilyen olyan szöveg, ami végre nem azt fogja hangoztatni, hogy fel kell szabadulni a férfiak rabsága alól, és ezért egy ilyen érvrendszerrel sikerült egy orvos meggyőzni, aztán sikerült ezt elterjeszteni. Na kicsit a gondolkodunk, tehát attól, hogy itt Európa szerte kialakult a fogamzásgátló szereknek egy kulturális, tehát józan eszű használata, és mellette ugye a szabadosságra is felhatalmazást adott. Tényleg láthatjuk, hogy csökkent az európai népesség. Most attól, mert itt csökkent, attól egy afrikai néger, vagy éppen ázsiai, japán, kínai, mondhatnék még rengeteg népes, 4, 5, 10, 15 gyermekkel áldja meg a világot.
Tehát attól, mert Európában csökkentjük a szaporodást, attól még világszerte nem fogja ezt megoldani az világi problémát. Az abortusznak az első legalizálása Amerikában 1973-ban következett be. A Pride, az első Pride megelőzte 1972, azt hiszem, amikor az első Pride-ot tartották, de szerencsére azért nem követem napi szinten nyomon az ilyen eseményeket, úgyhogy néha még én is belekavarodhatok ezekbe a témákba. A lényeg, hogy az 1968-as szexuális forradalom következtében, az 1972-73-as években Amerikában elindult egy olyan folyamat, ami, tehát gondolkodjunk, hogy ugye volt Amerikában egy fekete forradalom, itt Európában volt egy szexuális forradalom, és a szexuális forradalom, ami 68-ban kitört, már 72-73-ban Amerikában állami szinten érvényesült. Ugye legalizálták az abortuszt, a fogamzásgátlószerek megjelentek, és az első Pride is megnyilvánult. Az első Pride azért tudott ott kialakulni, mert egy kocsmai verekedés következtében felháborodott az ottani homoszexuális társaság, és elhatározták, hogy mostantól vonulni fognak. Nagyjából ennyi röviden összefoglalva az első Pride-nak a története. Ehhez hasonló egyébként az itt felírt Ribi séta, mely a 2010-es évek után 2017-re tehető, amikor egy amerikai rendőrnő azt nyilatkozta, hogy azért egyre több a nemi erőszakok száma, mert sajnálatos módon a nők, fiatal nők egyre többet mutatnak magukból. Ezen úgy felháborodott a női társadalom, hogy eldöntötték a feministák, hogy akkor az utcára vonulnak, felül általában esztelenül, magamutogató módon, és akkor tartanak egy ilyen ribi sétát, hogy mi az, hogy meg akarjuk szabni, hogy hogyan öltözködjenek a nők, semmi köze az ő öltözködésüknek ahhoz, hogy nő a nemi erőszaknak a száma. Tehát ilyen abszurd dolgokon háborodnak fel, és alakítanak mozgalmakat, és terjesztik ezt az egész eszmerendszerüket világszerte. Ugye a Pride Magyarországon 1998-ban volt az első itt Budapesten, az abortuszt pedig a talált forrásaim alapján 1988-ban legalizálták hivatalosan. Ennek utána lehet nézni, mert több forrást is találtam. Viszont én ehhez adtam. Abortusz, igen, mindig volt itt, jól mondja az első sorban a hölgy. 50-es években is hallottam, hogy egy hölgy mesélt, hogy majdnem elment, mert nem tudom, mi volt. 50-es évek is legalábbis. Akkor után ugye legalizálták, 56 után. Legalizálták, de olyan liberális szabályozás mentén, mint ami ma létezik, tehát hogy bármire lehet fogni, hogy elvetessék a gyermeket, az 1988-tól ért. Az lehet. Csak annyi, hogy 1988-ig abortuszbizottságra kellett menni a várandós hölgynek, és az abortuszbizottság engedélyezte, és volt, hogy nem engedélyezte. Tehát a liberalizálás az azt jelentette, hogy megszűnt az abortuszbizottság, és már csak simán elment az orvoshoz, és akkor elment. Jó, azt hittem, hogy egyáltalán, hogy engedélyezték el. Nem. Igen, köszönöm szépen, valóban. Az unió mondta, csak... Igen, és akkor így már tisztán látható, hogy mire gondoltam. A feminizmus második, harmadik, negyedik hullámát életellenes, ahogy fogalmaztam. A Rivisét a ehhez köthető, említettem, akkor most már tegyük oda a dátumot is. Az első ilyen dátum az 2011. Ugye a negyedik hullámhoz tartozott még a MeToo mozgalom, melyről nemrég hallhattunk, az 2017.
Ezek gyakorlatilag ugyanebben az évben is Magyarországon is megjelentek, de csak kismértékben, nem államilag támogatva és nem társadalmi tömegszervezetek által. De itt már, tehát hogyha mondjuk itt húzunk egy vonalat és a 2010-es év után nézzük, akkor minden, ami nyugaton megtörténik, az Magyarországon is bekövetkezik valamilyen formában. Hogy nem maradjon semmi kételés egyik hölgy nőtársunkban sem, aki most az előadást hallgatja, vagy majd utólag megnézi videón. Nem a feminizmus ellen beszélek, de azt tisztán kell látnunk, ismétlem magam, hogy a feminizmus első hulláma megnyitotta az ajtót a feminizmus további hullámai számára, és azzal a feminizmussal, azokkal a nőkkel, akik Isten törvényeit tisztelik, a természet törvényei mentén élik életüket, azokkal semmi kivetni való nincs, és természetes, hogy átalakul kissé a társadalom, természetes, hogy a nők dolgozhatnak, tanulhatnak, és természetes, hogy akár otthon a férfi is besegít a házi munkába. Ezzel semmi probléma nincs. Na, a homoszexualitás legyen akkor a következő téma, ami után már egyértelművé válik az a stratégiai eredmény, ami most a kulturális diktatúrát elhozta számunkra. Ugye említettem itt 1961-et Magyarországon, amikor szabad akarat következtében bárkivel közösülhetett. Ez 20 éves korra volt téve a törvények alapján. 1978-ban, ezt csökkentették ugye 18-ra, 2002-ben pedig már 14-re. Szóval, hogyha beszélünk arról, hogy nem egészséges a homoszexualitásnak a népszerűsítése a fiatalkorúak között, akkor keresztényként nem mehetünk el amellett sem, hogy 14 évesen nem a legokosabb gondolat legálissá tenni a heteroszexuálisok számára sem a közösülést. Na de hogyha ettől el is vonatkoztatunk és azt vizsgáljuk, hogy egy homoszexuális férfi, idézőjeles férfi, egy 14 éves kisgyermekhez odamegy, és előadja neki, hogy ő ezt szeretné, és semmi baja nem lesz, és a 14 éves kisrác belemegy, akkor lényegében ez legális. Akkor itt nem következik a pedofília, mert 14 éves kor felett lehet. Úgyhogy jelenleg itt a keresztény, konzervatív Magyarország, azaz álkeresztény kormányunk, ilyen törvényeket hagy, hogy életben legyenek. És hogyha már haladunk tovább a témák mentén, ugye bejegyzett élettársi kapcsolat az azonos neműek között, azt Magyarországon a 2008-as gazdasági válság után, mikor kialakult egy ideiglenes kormányunk, akkor volt annak az ideiglenes kormányunknak 2009-ben a legfontosabb lépése, hogy beiktassa a törvénykönyvbe, hogy most már az azonos nemű személyeknek létezik bejegyzett élettársi kapcsolata. Tehát 2009-es dátumot ide számítasz. Közben megtaláltam a jegyzetembe, itt az első Pride-ot javítanom kell, 1970 Amerikában. Ami még ott a 70-es években Amerikában történt, és az egész világra hatást gyakorolt, így Európára is, ugye összeültek a tudósok, okoskodni már megint. Hát a 68-as forradalom után, amikor összeültek, akkor nem sok jó született ebből. Az Egészségügyi Világszervezet 1973-ban mondta ki, hogy a homoszexualitás és egyéb ilyen abnormalitások nem mentális betegségek. Azelőtt mindig meg volt fogalmazva, szintén orvosok által és tudósok által, hogy ez mentális betegség. Onnantól kezdve hirtelen ennyiben nem lett mentális betegség. Miért mondom már megint ezt? Mert eltelt egy 5 év, eltelt egy 10 év, eltelt 25 év, tehát 5-10 évente újból megkérdezték az újságírók ezeket a tudósokat, akik akkor azt mondták, többségében megszavazták, hogy nem mentális betegség. És folyamatosan ismételték magukat az 1970-es évek után,
minden 5.-10. évben, amikor őket megkérdezték, hogy hát igazából volt egy 68-as forradalom, nem akartunk azzal szembe menni, elvesztettük volna a munkahelyünket, muszáj volt megszavazni, hogy nem mentális betegség. Hát így történt ez a tudományos megállapítás. Féltették a tudósok, az orvosok a munkahelyüket, mert már ők akkor érzékelték azt a stratégia következtében való munkahely elvesztést és hasonlót, amit mindenki megtapasztalt, aki csak szembe megy ezzel. Itt most még ezt az előadást megtarthatom, de Svájcban valószínűleg már börtönbe tennének az előadásom után. Mert ott nem lehet szólni egy rossz szót sem az LMBTQ szervezetekkel szemben. Tehát ezekért a gondolatokért engem Svájcban valószínűleg börtönbe tennének. A bejegyzett élettársi kapcsolat, ugye itt egy ismétlő ország 1989-es dátumot írok fel, ugye megint csak Dánia. Ha megnézzük az éveket, akkor itt még szintén egy ilyen 20 évet írhatunk be. A következő sor az, hát most mondjam azt, hogy pozitívum Magyarország számára, ugye itt még szerencsére nem lehet azonos neműeknek házasságot kötni, tehát itt ezt szerencsére egy kihúzhatom, hogy itt ilyen nincs, így itt nem beszélhetünk évekről sem. Bár el kell mondjam, azért politikai mozgalmári aktivitáson megkövetelte, hogy az LMBTQ szervezetek különböző rendezvényeire ellátogassak és kifejtsen véleményeimet. És volt már azért tavalyi évben itt Magyarországon olyan, amikor felállítottak Budapesten egy zárt teremben egy kápolnát, amielőtt ők kimondták egymásnak a házassági szöveget. Egy valamilyen, nem tudom milyen pap előtt, nem tudom, hogy az tényleg pap volt, vagy csak maguk közül kineveztek valakit, de hogy már azért ez így elkezdődött itt is, és szeretnék érvényesíteni itt is a jogaikat. Hogy tegyem azért ide, hogy hol volt először, ugye 2001-es dátum, Hollandia. Ugye itt ez a 2011-17, közé teszem mi a 2015-ös dátumot, mert ez az a három dátum ahhoz, amihez köthetők az itt említett fogalmak. Viszont a homoszexualitás tekintetében még mindig a 70-es éveknél maradva, ugye a visszaemlékezünk, az egész előadáson legelején mondtam, hogy volt olyan professzor, aki arról írt könyveket és arról értekezett, hogy a pedofília az milyen természetes és miért kell legalizálni. Ez szintén 73-ban történt Németországban, egyébként Helmut Kentlernek hívták az illető, ez csak egy név a professzor. 1978-ban alakult az Észak-Amerikai Férfi-Fiú Szerelem Szövetség is, ugye erről is említést tettem már, ez legálisan működő egyesület, szervezet. És az Európai Tanácsban, az Európai Bizottságban, az Európai Parlamentben, az ENSZ-ben, a 70-es évektől napjainkig egyébként többségében azok ülnek, akik 1968-ban Franciaországban fiatal suhancokként ott dobálták a macskaköveket. Mert hogy ők álltak ugye a forradalom élére, és ezzel az irányzattal bevitték saját magukat az európai törvényhozás legfelső fokára. És ez még egy olyan indok, ami miatt én nem az euroszkeptikus csak közé tartozom, hanem inkább az, hogy az Európai Unió törvényeit úgy, ahogy van, el kell vetni, mert hogy olyan törvényeket akarnak ránk erőltetni, amik élet és természet ellenesek. Még egy példát hozzak, a lengyel bajtársaink például már betiltották egyszer Budapest Pride, vagy a lengyel Pride-ot, és rászóltak fentről, már nem tudom megmondani, hogy az EU vagy az ENSZ által, hogy ők nem hozhatnak ilyen törvényt, nem hozhatnak ilyen szabályt. Tehát itt Magyarországon is sokszor hangzott már el, hogy miért nem tiltjuk be. Tehát nyilván nehéz lenne ezt véghez vinni törvényi keretek között is, de fentről, tehát nemzetközi szinten beleszólnak a magyar törvényhozásba, hogyha mi szembe megyünk az Európai Uniós előírásokkal. Gyermekek örökbefogadása van még itt felírva a melegházasság mellé. Ez a
legtöbb nyugati országban 2001-ben, hogy elkezdődött, például Hollandiában, ugyanúgy 2001-ben bevezették az örökbefogadás lehetőségét is. Jelenleg 27 országban lehetséges az azonos neműek házassága az egész világon, és 31-ben a partner általi korábban szült vagy nevelt gyermeket, ugye örökbe tudják fogadni. A 27-ben, ahol elfogadott az azonos neműek házasság, ott az örökbefogadás is. És hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen tendencia alakult ki, akkor az európai országokban vagy már elfogadták valamelyik státuszt, vagy tervezik a következőt elfogadni, és ez csak Európában van. Azért világszerte beszélhetünk, pontos számok, meg nem mondom, 160-190 országról. És ennek csak egy nagyon kicsi része, ez a 27 ország fogadta ezt el, érdekes módon mindet itt Európában. Angliában és az örökbefogadás támogatott az azonos nemű személyek részére, viszont ott odáig fajult ez a dolog, hogyha heteroszexuális személyként szeretnének örökbefogadni gyermeket, és ők azt mondják, hogy azonos nemű személyek által nevelt gyermeknek pusztán káros élete lehet, tehát hogy egészségtelen, hogyha férfi nevel egy gyermeket, vagy nő nevel egy gyermeket, akkor a heteroszexuális személynek megtiltják, hogy ő gyermeket fogadhasson örökbe. Úgyhogy nem elég, hogy bevezették az egyiket, még korlátozzák az egészségesen gondolkozókat is. A zebra forradalomról írtam már egy rövidebb cikket, ez tulajdonképpen azt foglalja magába, hogy Németországban és több országban, vagy Ausztriában, Magyarországon is volt már kezdeményezés, persze Amerikában is elterjedt a szokás, hogy szivárvány színű zebrákat festenek fel, vagy pedig a leszbikusoknak és a transzoknak is vannak már ugye különböző zászlói, melyeket zászlóknak azért nem neveznék, inkább rongyoknak, hiszen a zászlót azt meg kell besülni és tisztelni kell. Tehát, hogy ezeknek a rongyoknak a színeibe öltöztetik az utcaköveket. Felteszem azért jogosan itt a kérdést, hogy a keresztben nem szerepel, hogy ez zebra lenne, akkor ott nyugodtan áthajthatok majd, hogyha kiépek elém. Tehát érdekes gondolatok ezek. De amit így ebben is ki akartam kerekíteni, hogy miért festik fel a zebrákat, az ilyen szivárvány színű mindenféle zebrákat. Hát természetesen, hogy ezt az egész gondolatvilágukat terjesszék. Miért jövök már megint ezzel, hogy egy zebra festéssel is terjeszteni akarják a gondolataikat? Mert hogy hová festik fel a zebrákat? Direkt óvodák és iskolák környékére, hogy megszokják a gyerekek a színt, a barátságos színt, és utána azonosulhassanak majd ezzel, hogyha éppen megy egy furcsa lény előadást tartani arról, hogy lehet szeretni fiút és lányt is. Tehát ez mind a megtervezett stratégia részét képezi, hogy bele se gondolnánk, de ez igenis ennek a nyom. A WC-fülke forradalom, ez 2017, amikor férfi és női WC-k mellett már harmadik WC-ről beszéltünk, vagy éppen negyedikről, de ugye az okiratokban is, Németországban, Franciaországban és sok-sok országban már rég eltörölték azt, hogy legyen benne az, hogy szülő, mint férfi, nő, apa, anya, szülő, egy szülőkettő, és ehhez hasonló. Tehát már rég elkezdődött, ez folyamatosan ismétlem magam, rég elkezdődött az a folyamat, ami ránk is várhat, és sokan nem értik nyilván, akik egészségesen gondolkodnak, tudják, hogy a heteroszexualitás normális, nem értik, hogy miért kell erről az egészről például ma előadást tartani, miért beszél Novák előtt a parlamentben ilyen témákról. Hát ezért, mert nem akarjuk, hogy ez Magyarországra is elérkezzen, nem akarjuk, hogy a gyermekeink ilyen körülmények között nőjön fel, hiszen a propaganda részét képezi a mesekönyveknek a gyártása, amikor herceg-herceggel házasodhat, az is, amikor mesekönyvek után már jönnek a játékok, nem csak az autó és a Barbie volt betiltása és a semleges gyermekjátékok, hanem már az óvodai és iskolai szexjátékok bevezetésének tervezete, mert hogy már ez is van nyugaton, vagy éppenséggel az olyan televízió műsorok, melyekben, és ugye számítógépes játékok, melyekben szintén egy ilyen vetületet vett
a történet, hogy muszáj megjeleníteni úgy, ahogy hát mellékesen, de ki kell térkelni, és úgy, ahogy régebben, és talán ma is kötelező elemként fel kell tüntetni egy filmben, akkor is, ha oda nem illő, nyugaton egy négert, itt van már lehet, hogy lassan egy cigány, ugyanígy fel kell tüntetni kötelező elemként egy homoszexuális szemét. Ez is mind-mind a trivia részét képezi. Szokja meg az ember a szemével mindazt, amit ők világszinten el akarnak terjeszteni. Csak az a legszomorúbb tudják az egészben, hogy lehetnek marxisták, lehetnek liberálisok, lehetnek zsidók, de hogy Európában európai törvények születnek az európai ember ellen, és észre sem veszik, vagy észreveszik, ezt már nyitott kérdésként vagyunk, hogy ez ellenünk irányul. Saját magunk ellen hozunk törvényeket. A szivárványos rongyok nyugaton már a templomokra is kikerülhetnek. És iskolákra is. És olyan törvénytervezeteken gondolkodnak és dolgoznak, melyekben már megszabhatják a papoknak, hogy a templomban ne beszélhessenek az ellen, hogy miért káros a homoszexualitás és az azonos nemű személyeknek a gyermekek örökbefogadása. Tehát a kötelező tolerancia, ugye, és az elfogadás, az mindig addig tart, ami nekik tetszik. Ami felszólalunk ellenük, Svájcban már börtönbe megyek, más országban be vagyunk tiltva törvényileg. Most örülök, hogy itt ez a szabadság még él, de fel kell készüljünk arra, hogy bekövetkezhet, hogy ide is eljutunk, ami Nyugat-Európában, Magyarországon is eljuthat ez az egész. Azért kell küzdenünk, hogy ez ne történhessen meg. Még egy német példa, ami megint csak így kiakasztó lehet. Próbálok azért elég sok példát hozni, mert ez is ér szokott lenni, hogy mindig csak kiragadunk egyet, kettőt, és hogy az kivételes eset. Azért most már felsoroltam jó pár példát, van itt még bőven a tarsolyban. Ezek nem kiragadott példák, ez az a hát természetes jelenség, ami most nyugaton lezajlik, vagy inkább mesterséges jelenség. Németországban 2014 óta, nem tudom, hogy ki tudta, ki nem, de már leszbikus temető is van, ahová csak leszbikusokat lehet temetni. Most, hogyha holtukban meg lehet őket ilyen szinten különböztetni, akkor éltükben miért nem? Akkor nem tudom, a következő az LMBTQ szervezetek részéről az lesz, hogy majd ők fogják újból kezdeményezni a rózsaszín háromszög bevezetést? Mert holtukban már ilyen szinten megkülönböztetik magukat. Simone de Beauvoir, ugye, aki a 68-as forradalom előzménye, a gender fogalomnak a megteremtője, az a feminista, aki nagyban hozzájárult mindehez. Hogy Antonio Gramsci nevét kell megemlíteni, akit ugye mondtam a frankfurti iskolából. Viszont itt ettől a francia feministától szeretnék pár idézetet hozni, hogy mégis érzékeltessem azt, hogy nem én találom ki róla a dolgokat, hanem akkor ő mondja a saját szavaival, hogy mit szeretett volna és mit képviselt. Míg nem romboljuk a családot, a család mítoszával együtt a nők elnyomatása fennmarad. Az a tény, hogy a munka révén igenis lerázhatja a házasság igáját, öntudatra ébresztette a mai nőt. A házasság és az anyaság a nők elnyomásának és alárendelt szerepének a forrása. A tabletta szabadította meg a nőket, mikor hatalmat adott nekik saját testük felett, és lehetővé tette, hogy szabadon rendelkezzenek vele. Hát, róla beszéltem. Hát, ez egy férfi volt? Egy nő, feminista nő. Simone a vezetéknek, hogyha magyarul nézünk. Ja, úgy, azt hittem, hogy az Simone. Franciában a nő, meg a férfi keresztne meg szinte ugyanolyanok. Tehát akkor a Simone ez lehet férfi is, meg női is. Mikor ez Simone vagy valami? Igen. Olaszban a Simone az. Nem, ez Simone. Akkor ez nő. Igen. Elnézést kérek, akkor róla van szó. Nem, azt hittem férfi. Most már azért tisztán látszik itt az ábránkon a piros vonal mint elválasztás, hogy ott még 50 évekkel, vagy akár 170-ről beszéltünk, majd 30-20, és ugye itt, ahogy említettem, ez már ugyanebben az évben mindig megjelent Magyarországon, 11-ben, 15-ben, 17-ben is. Egy
kulturális diktatúráról beszélhetünk, ezt is említettem már. Egyes szerzők úgy fogalmaznak, hogy szexkommunizmusról beszélhetünk. Mert hogy az egész ideológia liberális és marxista alapokon nyugszik. És akkor most szeretnék még pár példát hozni a nyugati világból, hogy érzékeltessem ennek a valóság alapját. 2006. Anglia. Tisztasági gyűrű viselésének megtiltása következett be egy iskolában egy lány részére. De tisztasági gyűrű olyan gyűrűt hordozott, mint keresztény, hogy szüzessége elveszítéséig azt magán hordozhassa. Az iskola betiltotta ezt számára. 2006 szintén az Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia. Sokan ismerhetik filmekből Arnold Schwarzeneggert. Kevesen tudhatják, hogy ő ugye kormányzóként Kaliforniában tevékenykedett. Az ő 2006-os tevékenysége alatt azt a rendeletet adta, hogy csak azok az oktatási intézmények kaphatnak állami támogatást, akik támogatják az LMBTQ szervezeteket. Kettő, a filmjei azok jók, de azért az ideológiai nézetéről akkor inkább ne tegyünk említést. 2006, Németország. 2006-ban Németországban otthon tanították gyermeküket egy heteroszexuális házaspár, mert nem akarták, hogy az LMBTQ gondolatok, amik az iskolákban sugároznak, azok elérjék a gyermeküket. Az egésznek a vége az az lett, hogy a gyermeket el akarták a szülőktől venni, és a szülőket börtönbe akarták tenni. Az lett a történet vége, hogy átmenekültek Ausztriába. 2011. Férj-feleség, anya-apa szavak, ugye ahogy említettem, eltűntek a hivatalos iratokból, Amerikában, Angliában, Kanadában, Franciaországban, Németországban, és így tovább lehetne folytatni. Németországban nem bizből mondtam, tervezik már a parlament tárgyalja, hogy a harmadik nemet bevezessék, és ugyanígy a harmadik szülőt bevezessék, és a dokumentumban is megadják a harmadiknak a lehetőséget. 2015 egy keresztény hallgatót kirúgtak az egyetemről, mert ellenezte a melegházasságot. 2017 Amerika egy kislánynak már 3 apja is lehetett, ugye ez meg is valósult, tehát beletették a dokumentumokba, vagy anyja az persze nincs, de 3 apja az van. 2018 Svájc, ugye homofóbia, és transzfóbia börtönnel büntethető, mint említettem, tehát 2008 után, ha ezt az előadást megtartanám, akkor mehetnék a börtönbe. Angliában is gyűlöletbűncselekmény, hogyha az LMBTQ ellen bármilyen megnyilvánulás történik, akár csak véleménykifejtés is. 2019-es dátum, amikor eljutottunk addig az ENSZ törvényig, ami ugye előírja Európa számára, mint azt említettem, hogy 5-8 éves korukig a gyermekek tisztában legyenek azzal, hogy mi a különbség a biológiai és társadalmi nem között. Elkezdődött tehát a gendersemleges oktatásnak a tervezése és egyes országokban bevezetése. 2019 egy hallgatót kirúgtak, mert nem akart genderoktatást. 2019 egy orvost kirúgtak, mert nem szólított hölgyemnek egy szakállas férfit. 2021 egy színésznőt is kirúgtak, mert nem támogatta a homoszexuális propagandát abban a filmben, amire őt is felkérték színésznőként. Úgyhogy tényleg az van, hogyha felszólalunk ez ellen, akkor elbocsátanak a munkahelyünkről, megbélyegeznek, és sajnálatos módon a gyerekek, az iskolások, még hogyha otthon meg is kapják a megfelelő neveltetést, az iskolákban is, a médiából, a zenék által, mindenhonnan kapják ezt a fertőt, így nagyon nehéz az egészséges identitás náluk fenntartani, mert gyakorlatilag most már a normálisokat közösítik ki, az abnormális lett az új normális. De folytatom a sort. Amerika. 250 000 dollár a bírság, ha a munkahelyen nem a munkatárs, a munkatársukat, ugye nem a társadalmi nemüknek megfelelően szólítják. Na most ugye, hogyha ránézek önre, biológiailag önt nőnek látom, de hogyha nem úgy szólítom meg ugye, mint nőt,
mert ő ön kitalálja magáról azt, hogy éppen férfi, vagy ez, vagy az, vagy amaz, akkor már nyugodtan beperelhet, és engem 250 ezer dollárra meg fognak büntetni. Hoztam egy kis képet is egyébként, ugye a különböző nemekről, mint identitásokról, szexuális orientációkról. Ezen mennyi van itt? 4x, mennyi? 4x, 8, 32. Ez nagyon kevés. Most miért nem mondjátok, hogy miért csak ennyi? Ez sokkal több van. Nem vicceljük már. 72. Még mennyi lehet? Ki tudja még? Mondj, hallja a számokat. 83. 72. Mind távol áll a valóság, az ő általuk feltételezett valóságtól, mert hogy van olyan, aki több százról beszél, mint ugye gender filozófus, ilyen is van. Van, aki arról beszél, hogy minimum 4000, de hogyha a queert és a queer mozgalmat megvizsgáljuk, ugye mi a jelentése a queernek? Gyakorlatilag bármit mondhat magáról, de csak magáról mondhatja, másra nem alkalmazhatja. Itt ki is alakult egy feszültség egyébként vicces módon a homoszexuális, a feminista és a queer mozgalmakhoz tartozók között. Már volt olyan homoszexuális, aki úgy fogalmazott, hogy ha rá queer fogalmat alkalmazzák, akkor legszívesebben egy kalasnyikovot venne elő, tehát ilyen szinten egymásnak tudnak ugrani. Na de, a queernek ugye a lényege az az, hogy mindenki magáról azt mond, amit akar. Na most, ez mit jelent? Hogy mindenki saját önálló identitással és szexuális orientációval rendelkezik. Tehát hány nem identitás és orientáció létezik? Minimum annyi, mint amennyi ember él jelenleg a Földön, de még születni fognak, tehát még több. Ez a hivatalos álláspontja a queer mozgalmaknak és ennek az egész fertőnek, miközben már biológia órán meg kellett volna tanulniuk, van férfi, van nő, meg van minden más beteges hülyeség, amivel nem kell foglalkozni. És megtanították azt is, hogy férfi és nő által születhetnek gyermekek, nem más módon. Na de folytatom, mert sajnos még nincs vége ennek a pár példának, amit szeretnék megemlíteni. Kanada. A gyermek Kanadában már maga választhatja meg a nemét, és ezt is szeretnék kiterjeszteni, tehát amikor megszületik, nem szabad beírni fiúként vagy lányként, és a szülésznő nem kiállhat fel, hogy megszületett fiú vagy lány, hiszen akkor már befolyásolná, hogy ő mi lesz a jövőben, hanem majd ő eldönti. A kiskorú gyermekek már szülői beleegyezés nélkül Kanadában nem átalakító műtétet hajthatnak végre. Skóciában 4 éves kor felett, tehát azért ők már szigorítottak, ott már csak 4 éves kor felett lehet ezt elkövetni. Észak-Írországban 3 éves kortól, Svédországban 15 éves kor határt terveznek bevezetni. És persze mi van akkor, hogyha a szülő ennek ellentmond? A törvények alapján nemi erőszakot követel a gyermeke egészséges fejlődése érdekében, ellenében ugyebár, és igen, börtön a következménye, a gyermeket pedig elveszik tőle. Finnországban egy 15 éves lányt vettek el szüleitől pont emiatt, Amerikában egy fiút, és ez csak egy-egy példa, számtalan gyermeket lehetne sorakoztatni. Nagy-Britanniában ugye egy százalékos számítást is végeztem, illetve átvettem más kutatóktól. Naponta átlagosan 1 gyermek változtat nemet napjainkban. Svédországban 15-szörösére nőtt a nem váltó gyerekek száma, Amerikában 40-szeresére. És a szomorú igazság, amiről már nem beszél a liberális téveszmétől fűtött társadalom, hogy mindig megpróbálják visszaváltoztatni a természetesre, és a legtöbbször, mivel ez nem sikerült, mivel ugye a nemváltást megelőzte és követte ugye a hormonkezelő tablettáknak is a beszedése, ezért a legtöbb esetben öngyilkosságot követnek el ezek a fiatalok. Franciaország és Hollandia a következő, unisex gyermekjátékok az óvodákban,
ugye Svédországot, ahogy említettem, már semleges nemi nevelés bekövetkezett egy iskolában, ahol mindenki barátnak szólítja a másikat. És ennek volt tényleg az előzménye az a 70-es évek, ahogy említettem, a 68-as forgalom után, amikor Németországban már óvodai és iskolai szexjátékok bevezetéséről is beszéltek. Hozzáteszem, hogy az LMBTQ szervezetek vezetői közül sokan még mindig azt támogatják, hogy az iskolákba bevigyenek olyan eszközöket, amin megmutatják és elmagyarázzák nekik, hogy miért is egészséges mindenféle nemi identitás és szexuális orientáció. Norvégiában a gyermek 6 év felett már szinte ugyanolyan jogokkal bír, mint egy felnőtt. Eltűnnek a jogok, és eltűnnek a tiszteletadás közötti különbségek gyermek és szülő között. 6 év felett már a véleményük Norvégiában ugyanolyan fontos a gyermekek véleménye, mint a szülőké. 12 év felett már támogatni kell minden javaslatát, gondolatát, hogyha nem, akkor ugye már itt is börtön, vagy elveszik tőle a gyermeket. 15 év felett pedig már a gyermek bíróságon megtámadhatja a szülőt, hogyha a szülő nem támogatja a gyermeknek a gondolatait. Egy nevelő jellegű pofonára már minimum börtönbüntetés, a kérdés, hogy hány év. A gyermek pedig új szülőkhöz kerül, ott pedig kiélheti a maga abnormalitását, amiről ő maga, tehát a gyermek egyébként nem is tehet, hiszen azok az intézmények, amik korábban arra szolgáltak, hogyha bármely fiatalban felmerül az ilyen elváltozás, abnormalitásnak a gondolata, akkor visszatereljük a helyes irányra. Ugye ilyen intézmények működtek. Ezeket most már betiltják és megszüntetik Amerikában és Európában is. Tehát, hogyha most egy fiatal úgy érzi egyik pillanatról a másikra magát, hogy most már nem fiú, hanem lány, elküldik egy pszichológushoz, a pszichológusok között általában a legtöbb liberális gondolkodása, tehát ő már tereli a gondolatvilágát, hogy társuljon egy LMBTQ szervezethez, és ott majd őt elfogadják. De hogyha nem is liberális, akkor is általában az az előírás, és az a bevett szokás, hogy elküldik egy LMBTQ szervezethez, ahol ő majd boldogan kiélheti magát, hiszen úgy, ahogy hirdetik, hogyha valaki túlsúlyos, fogadja el magát, amelyet ugye, hogy arra buzdítanák, hogy egészséges életet éljen, ugye egészségesen étkezzen és sportoljon, ehelyett fogadja el magát, ugyanezt most bevezetik és terjesztik a különböző ferde hajlamok között is. Hát ezekkel a példákkal és ezzel a rövid előadással, melyel betekintést nyújtottam a szexuális válságba, az identitás válságba, érzékeltethettem már azt, hogy itt tényleg egy előre megtervezett stratégia következménye mindaz, amit megélhetünk. A megoldás az az, hogy a politikai korrektséggel, az új szavakkal, a kötelező toleranciával, megfelelési kényszerrel le kell számolnunk, nem alkalmazkodhatunk a nyugathoz, és a gyermeknevelés, családnevelés, nemzetnevelés tekintetében pedig példát kell mutatnunk magánéletünkben, és természetes módon mozgalmárként, politikusként pedig a parlamentben és az utcán is küzdenünk kell az ellen, ami már nyugaton sajnos új normává vált, mert hogy ott az abnormalitás lett az új norma. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a könyveimből pedig szívesen adok bárkinek, 3000 forint számolatás ellenében szívesen dedikálok is. Még érdekességképpen említeném, hogy Prohászka Ottokár iránytű a magyar ifjúság számára című művét is újból megjelenítettem. Ezt 1920-ban adták ki először, fontosnak tartottam, hogy a fiatalok e szellemiséget is folytathassák napjainkban. Zárszóként pedig mit is mondhatnék, legyetek ti is életvédők. Köszönöm a figyelmet! Kedves Junkor barátom, hát döbbenetes volt hallgatni ezeket a szavakat. Mindjárt arra gondoltam, hogy az én korosztályomnak meg kellett vívnia a maga küzdelmét 30-40-50 évvel ezelőtt, sőt napjainkig, de hallva azokat a kilátásokat, amelyek leselkednek nem csak mi ránk itt,
Európának ebben a fertájában, hanem az egész világból, a világra. Úgy gondolom, hogy nincs mit irigyelnünk a fiatalabb korosztályt, amelynek vagy sikerül megküzdenie ezzel a fertővel és legyőznie a sátánt, amelyik ilyen formában nyilvánul meg és visz bennünket a pokor legmélyebb bugyraiba. Tehát vagy sikerül legyőzni a sátánt, vagy nem, és akkor az visz el bennünket. Tudjátok, Krúdi nagyon szerette a rizlinget főleg. És egyszer azt mondta, hogy ha már a rizlinggel is baj lesz Magyarországon, akkor én már nem akarok élni. Tehát amennyiben ez az elmélet uralkodóvá válik Magyarországon, akkor én már nem akarok élni. Na így is úgyis elmegyek már, de szörnyű azok a sajnálók, akinek ilyen körülmények között kell majd élniük Magyarországon, vagy bárhol a világ bármelyik sarkán. Szörnyű, hogy mi vár ránk. Úgy gondolom, a kommunizmus elleni harc csak kismiska volt ahhoz képest, hogy milyen harc vár a normálisan gondolkodó emberiségre a reán következő évtizedekben. Éppen ezért mérhetetlenül becsülöm, tisztelem, és szurkolok az olyan embereknek, akik szellemi és hitbéli erejüket arra használják fel, hogy szembeszegüljenek a sátánnak ezzel az aljas támadásával a normális világ ellen. Hát gratulálok Csongor barátunknak, és adjon neki a Jóisten kitartást, hősies elszántságot és küzdelmet, hogy okosan és lankadatlan hittel és szívvel tudja folytatni a küzdelmét, minél nagyobb hatékonysággal valamennyiünk javára és hasznára, saját örömére és a Jóisten dicsőségére.